Ennek a panelháznak a szigetelését még be tudták fejezni, idén azonban már nem lehet ilyen munkákra állami támogatást kapni. Egy komlói lakásszövetkezetnél is az állami pályázatban bíztak idén, de hiába. Most önerőből kénytelenek szigetelni. De 21 millió forintért egy négy szintes, négy lépcsőházas épületet, ami két héten belül körülbelül már készen van, de teljes mértékben a tulajdonosok, tehát a épületben lakó tulajdonosok fizetik az összes költséget. Drága a távfűtés, ezért vállalták a szigetelést a tulajdonosok, mondja Budaházi György. Itt 3300 gigajoule volt a fogyasztás. Jelen pillanatban, hogy itt minden elkészült, 1600-1700 gigajoule, tehát megközelítőleg 50%-os megtakarítás van. Ennyit jelent egy panelnál a hőszigetelés, mondja a lakásszövetkezetek megyei elnöke. Azonban idén a családi házak szigetelését, energetikai korszerűsítését támogatja az állam. Egy felmérés szerint ugyanis ezeknél nagyobb az energiapazarlás. Így a társasházaknak idén már nem jut a központi forrásból. Sajnos az a baj, hogy néhány társasház vagy panelépület fölkészít arra, hogy várhatóan folytatódik ez a program. Van, ahol el is készítették már az előzetes terveket hozzá, de hát ez a program úgy néz ki, hogy ebbe az évben biztos, hogy nem folytatódik. Nagy Emil szerint Pécsett eddig közel 3 milliárdot fordítottak panelszigetelésre. Az elnök azt mondja, folytatni kellene ezt a programot is, sőt a téglaépítésű társasházakra is ki kellene terjeszteni.